Az ország egész területén jellemző, hogy nagy mértékben fokozódik a pollen koncentráció. 20 féle pollen van jelen a levegőben, emiatt már többen jelentkeztek panaszokkal a rendelőben, tájékoztatott dr. Kovács Klára, bátaszéki házi orvos. A parlagfű minden ötödik lakost érint, az ország 20%-át, ha az összallergiát nézzük, az pedig 30%-a a lakosságnak. Ezért is beszélünk a parlagfűről, mert az érintettsége a populációnak ebben az allergiában a legerősebb, legnagyobb. A másik, hogy maga az allergiás reakció ijesztő méretű, kezeletlen esetben könnye folyik, órából váladék folyik, folyamatosan tüsszög, egy szisztémás gyulladásos képet képes hozni a szervezet, nagyon erős allergén. A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést. Most már sokan fölismerik, hogy allergiásak, különböző módon értékelik ezt az emberek, egy része már előre rettek tőle, más része pedig bagatelizálja. Muszáj értenünk, hogy a gyógyszer elengedhetetlen, de a hozzá az allergia szezonhoz igazított életmódon van a hangsúly. Pollen koncentrációhoz kell igazítani a tevékenységeinket. Ez azt jelenti, hogy aki parlagfű allergiás, az most a következő hetekben, amikor közepesen magas, extrém magas koncentráció lesz a levegőben, ne induljon túrázni. Vagy csak eső után induljon, de közvetlen utána, mert ha eltelik egy-két nap, akkor annyira éled a növény, hogy újra virágzik és szórja pollenét. A házi orvos hozzátette, a gyógyszeres kezelést időben kell elkezdeni. A legalább 3 gyógyszercsoportból lehet választani, házi orvosokra kellene bízni a gyógyszerválasztást. Nagyon fontos a járulékos kezelés, vényre írható jó áru allergia elleni szemcsepp van, allergia kezelésére való szemcsepp van. Nagyon fontos az alacsony szteroid tartalmú orrspray, fontosak a sós vízzel való orröblítések, és akkor a tünetek elviselhetővé tehetők, ha ezt mind megtesszük. Ha közben romlana valakinek az állapota, akkor emelni kell a gyógyszeren, a meglevő gyógyszereken emelni, és nagyon ritka az, hogy eljutunk kezelésbe a kiegészítő szteroid terápiáig. A betegség nem gyógyítható, viszont jól kezelhető, például immunterápiával. A betegség legfőképp a fiatalokat és a középkorúakat érinti leginkább, az immunrendszer gyengülésével az allergiás reakció mértéke csökkenhet. A tünetek kezelésére használt készítményeknek minimális mellékhatásai vannak. A gyógyszerek elhagyása fejfájáshoz, gyulladásokhoz, látásromláshoz vezethet.